Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a maratoni beszélgetés sorozatunk utolsó részében. A vendégem természetesen Mester Karcsi, akivel az előző három részben a glifozát rejtett fogyasztásának a következményeit taglalta. Ugye glifozátot mi nem úgy eszünk, hogy bemegyünk a boltba és kérünk egy zacskóval, mert ez akaratunk és tudatunk ellenére jön be, viszont ennek közvetett hatásaként a bélbaktériumok azokat a részét, a vajsavtermelőket öli meg, amire a legnagyobb szükségünk lenne. Ezt taglalta Karcsi az előzőekben. És rengeteg olyan új dolog is előjön, ami az előző évszázadok, évezredek során ismeretlen volt, hogy ez a gyomirtó, a glifozát, mivel nem bomlik le, közvetett hatásaként meghűlnek az állatok és az emberek is. Ennek az egyik példáját hoztad, azt, hogy az Egyesült Államokban elképesztő módon robbanásszerűen növekszik az iskolai lövöldözések száma, de nem csak az iskolába lövöldöznek, ott kocsmákba is, meg volt olyan, tudom, hogy egy rockkoncerten lövöldözött egy barom, talán Chicagóba 10 évvel ezelőtt 60 embert ölt meg, addig lőtt, amíg volt lőszere. Tehát ez azért kapja fel a média, mert ez jól látszik, ez eladható főcímekben. De nálunk, ahol nagyon limitált a fegyverviselés, késelésben előfordulhat, mert a konyhakést azt nem fogják betiltani nyilvánvalóan, de az agresszivitás mértéke nálunk is megnő természetesen, és a legrosszabb, amiről beszélt a Karcsi, hogy a gyerekeknek az a figyelmi időszaka, amikor koncentrálni és tanulni tud, drámai módon csökken, és ehelyett agresszívek lesznek. Tehát idegmérgek termelődnek, átmegy az agyvérgáton mindenféle ilyen agresszív szer, és azt kértem a Karcsit, arra kértem, hogy beszéljünk arról, hogy mit tehetnénk mi, van-e valami reális lehetőség a kezünkben, vagy pedig lábhoz tett fegyverrel nézzük azt, hogy masszívan elhűlünk. Hát van azért véleményem erről a dologról. Ugye én gyártok takarmányt is, tehát GMO-mentes, és ugye adalékmentes, tehát ipari adalék, tehát szabad aminosabb mentes takarmányt. És ugye az egy nagyon érdekes dolog, amikor egy 43 éves hölgy fölhív, hogy már én tartom a fűrjeket, fűrtojást eszek, és akkor csirkét nevelek magamnak, és mégis olyan hisztamin érzékeny vagyok, hogy gyakorlatilag munkára, feleségként is, meg anyaként is nem tudok megfelelni. És ugye ez így mondta a hölgy, de megmondtam a férjemnek, hogy elhagy, akkor vonat alá megyek. Na most ennek a hölgynek nincsen semmi baja, amióta a mi takarmányunkat eszi a fürj, és azon neveli a csirkét. Na most, hogy ki gyárt ilyen takarmányt, hát nem tudom, hogy valaki gyárt-e rajtam kívül, ugyanis például a biotakarmányba, jogszabály szerint én előadáson vetítem, biotakarmányba lizint lehet tenni szabad aminosavként. És amikor a belgyógyász fiatal orvosnő, akivel én nagyon jó viszonyban vagyok, mert ugye beszélgetünk, és rendkívül érdekli a dolog, elmondja, hogy a biopiacon vett mangalica szívet, és munkahipertrófiás a mangalica szív, azaz egész életében magas volt a vérnyomása, és ezért vastagodott meg a bal kamrának a fala, akkor most ő mit csináljon, mert abba kadaverin van, hullaméreg van, ami tönkreteszi a máját.
Ezt én elmondom hangosan, hogy az Európai Unió ebbe sem korrekt, tehát a biotakarmány előállításban sem. Tehát ezért nem használok semmilyen ilyen anyagot, és akkor tulajdonképpen 104 éves idős hölgy mondta, aki szellemileg 100%-os a lányának, mikor mondta a lánya, hogy egész nap tornáztatja a 84 éves lányát, ugye, és akkor kérdezi tőle, hogy ez milyen csirke, és akkor mondja, édesanyám, edd meg csirke, mert már belefáradt a kérdéseibe. Azt mondja, nem vagyok hülye, ilyen csirkét nem ettem 50 éve. Azért nem, mert ennek teljesen más az íze, teljesen más a habitusa, és nincsen benne, nem érződik, mert valaki meg se tudja enni egyébként a csirke mellett. Na, lényeg a lényeg, hogy én gyártok ilyen takarmányt, ha van olyan néző, aki szeretne idézőjelbe téve tisztességesen sok pénzt keresni, akkor tartson csirkét, mert rövid a befektetési idő, csinálunk neki vagy szaplementet, tehát a lelkét megcsináljuk annak a takarmánynak, tegye hozzá a gazdasági abrakját, és csináljon egy szabályos kopasztót, és ezt a csirkén egészséges lesz mindenkinek, nem lesz hisztamin érzékeny. Ez az egyik dolog, tehát megvan a veszélye sajnos a sertéshúsnak és a baromfi húsnak, azért, mert ő lizint is használnak benne, szóját is használnak benne, azért, mert ugye neki magas a fehérje igénye, és ugye a lizin az a fehérje pótlásnak, tehát eszenciális aminosavként van benne, illetve a szója fehérje pótlásnak. Ami nem eszik génmódosított szóját, az a legelő állat. Tehát én így szoktam mondani, hogy meg kell keresni azokat a termelőket. Van Kaposváron, van Hajdúszoboszlón, a Hortobágyon, van Dömsödön, és minden kis faluba ugye ügyes, talpraesett, gondolkodó, fiatal, dolgos, paraszt gyerekek vannak. Jó értelemben mondom ezt, vagy adott esetben agrármérnök gyerekek vannak, akik úgymond tartanak marhát, vágóponton levágatja, és adott kis húsboltba csak azt a marhát mérik ki. Vagy mondok egy másikat. Karcsi, itt ebbe a műsorba nem szabad reklámoznunk, mert ugye ez egy ilyen közösségi tévé, de adsz-e valami támpontot arra, hogy neten hol lehet ennek utána bogarászni? Vagy hogy lehetne erre rákeresni? Hát ugye... Mert ez, amit elmondtál, hogy fiatal, lelkes mezőgazdász, aki legeltet, ilyen cím alapján nem fogjuk megtalálni. De... Akkor mondok példákat. Mondjuk valaki egy kisvárosban lakik, és akkor van neki egy állatorvosi rendelő. Bekopog, jó napot kívánok, doktor úr. Lát-e el olyan állományt, ahol legelő állatok van? Persze, hogy ne látok el. Akkor mondja már meg, legyen szíves. Vagy autózik egy faluba, lát egy legelő állatcsoportot, megállok, bemegyek a kocsmába, ugye azért csak vannak ott emberek, megkérdezik, nem tudja, kié az, nem tudja a telefon, de tudom, odaadom. Tehát gyakorlatilag, most tényleg tudom, hogy nem reklámozhatunk, de a helyeket én megjelöltem, mert például, ha valaki rákeres a Facebookra, Kaposvár, ezt kimondhatom, hogy szürke marha, igen, kidobja neki. Uh-huh. Vagy a Hortobágy környékén van, aki egy marhát tart, hortobágyi, megnevezi azt a fajtát, akkor az kijön. Vagy a nemzeti parkok például. Tehát itt nagyon sok embernek csípi a szemét, hogy a nemzeti parkokban mi van. Bocsánatot kérek. A nemzeti parkokban, hál' Istennek a Bodó professzor úr áldásos tevékenységének, nagyon nagy, hát az ő ebbe úttörő volt, és ezeket az embereket már szerintem szenté kéne avatni, hogy ahogy megmentették a magyar szürkét nekünk, 6 bikát mentett meg a hortobágyi pásztorokkal is, és azokat tényleg azt mondom, hogy mert ha ők nincsenek, akkor az elvtársak kinyírták volna a magyar szürkét. És magyar szürkét lehet venni, mert csak meg kell keresni, fölhívja a Nemzeti Parkot, láttam legelni ott marhát, tessék már megmondani, hogy ha levágják, akkor mely boltba viszik el? Például. Ez a marhahús, a legtöbb ember nálunk sertéshúst eszik. Tehát az a legegyszerűbb tulajdonképpen. A sertés szalonnára, a zsírra szükség van. Én
kisebbik lányom az ilyen hótvega. Ő azt gondolja, és sok barátom is, hogyha ő nem eszik húst, akkor el fogja kerülni a génmódosított dolgokat. Félek tőle, hogy ez sajnos nem. Sajnos nem. Tehát egyrészt, ha vegetáriánus, akkor a növényi lektinekkel nagyon nagy problémák vannak a szivárgó bél miatt. Tehát a rossz a mikrobiom, a rossz bélbaktériumok által termett toxinok is mozgatják a szivárgó belet, és a növényi lektinek azok durva dolgot tudnak csinálni, tehát autoimmun folyamatokat indítanak el. De menjünk vissza a sertéshez, hogy lehet-e egészséges sertést venni. Mert nem, azok nem legelnek. Nem nagyon. Tehát van, akinek az én gyártom a takarmány, tehát ha valaki rám keres, és akkor ott megtalálja azt, akinek én gyártok takarmányt, meg most is ugye, aki hallja, adja át. Tehát, de gyakorlatilag bárkinek gyártunk mi akár takarmányt, akár a lelkét annak, hogy az egészséges mikrobiom legyen, a funkcionálisan azok a vitaminok, ásványanyagok, makroelem, mikroelemek, azok az aminosavak meglegyenek, nem mesterségesen, de most én azt mondom, hogy vigyázni kell vele. Azért kell vigyázni vele, mert ugye én gyártok takarmányt, tehát megvan a lehetőségem adott esetben, hogy magamnak is neveljek, most is nevelek például. Na most egyik évben nem sikerült nevelnem, és hirdettek gazdasági abrakon fölnevelt tápmentes sertést. És ezért mondom, hogy vigyázni kell. És fölhívtam, és akkor mondtam, hogy szeretnék ilyet, persze van, oké. Jó, mondom, és akkor holnap fölhívom reggel, és akkor holnap érte megyek. És akkor mondta, hogy de ennek ennyi az ára. Mondom, uram, én nem kérdeztem az árát, mert láttam, hogy mi van. Nekem ez a minőség ér annyit, lényegesen többet mondott, mint a mi commerce-nek az ára, de mondom, semmi bajom vele. Másnap reggel fölhívtam, és akkor mondom, hogy akkor elindulok, de ugye igaz, hogy ez nem evett tápot, tehát génmódosított szóját, igaz. Na mondom, uram, én azért nem mutatkoztam be, úgyse ismert, mondom, én azért profi sertéstartó vagyok, az egy pár százezer darab sertést fölneveltem, és egy legalább több száz állományt láttam, és ha ránézek a sertést, egyébként látszik a sertésen a génmódosított szójának a hatása. Mondom, akkor én ezt megmondom, hogy evett vagy nem evett. Azt mondja, uram, ne jöjjön, ez nem a maga sertése. Uh-huh. Na most, tehát ugye sajnos ezekkel vigyázni kell, tehát én azt mondom, ugye ezek ilyen varázsszavak, hogy kapirgálós csirke. Tehát ha a kapirgál a csirke, de evett génmódosított szóját, az pont olyan rossz, mint ha nem kapirgált volna. Igen. Tehát minden. Sajnos ezek, és ezért mondom a legelő állatot, és ha esetleg van olyan, mert ugye mielőtt elindultam, leadtam a jövő heti takarmány rendelést, hát 4 tonna csirketápot gyártunk, ami zsákunkba küldük ki, tehát minden nap megy ki, és gyakorlatilag akik fölnevelik maguknak, álljanak össze társaságok, egy állatorvos barátomat hétfőn reggel viszünk 10 mázsa tápot, ilyet, olyat, amolyat, azért mert a társaság összeáll, és akkor egy jó ember fölneveli nekik, nyilván van az állatorvos barátom hozzáértésével. Tehát sajnos ez nem jön velünk szembe. Na most, amit én jónak tartok még, és ugye sajnos ezt is be lehet támadni, de vannak súlypontos dolgok. Tehát a halászott tengeri hal, vagy Magyarországon az élővizekbe horgászott hal. Tehát ugye most már nálunk nem lehet halászni, ugye, tehát az ipari, már úgymond a kereskedelmi céllal ugye nem lehet halat fogni a természetes vizekben. Szabad a igen, de hát ugye akkor most azt mondom, hogy apa ne a kocsmába menjen, hanem igen. Inkább menjen pecázni, és a családnak fogja meg a halát, mert az még egészséges. Na most a halászott tengeri halnál minden esetben én az északi tengeri, atlanti óceáni halat javaslom. Ugye FAO szám szerint rá kell keresni, ugye FAO az ENSZ-nek a mezőgazdasági szervezete, és minden halon rajta van, hogy például azt mondja, vonóhálóval halázták, észak-atlanti régió, FAO 27. Na most nagyon sok lengyel hal van egyébként, ők halásznak ebbe a régióba, és az gyakorlatilag nyilvánvalóan nem evett génmódosított szóját, de mondjuk egy akvakultúrás halban, ez akár lazac,
ne is reménykedjen valaki, hogy Magyarországon vadlazacot vesz, ha az vadlazac, akkor legfeljebb csendes óceáni, az meg azért annyira nem jó. Na most ugye gyakorlatilag ezek az akvakultúrába tenyésztett halak, ezek sajnos kockázatos anyagokkal vannak tele, akár lizin van benne, akár génmódosított szója. Tehát halászott tengeri hal. Tehát, na most nyilvánvalóan, hát aki Budapesten él, és ugye nem biztos, hogy erre lehetősége van, de most én azt mondom, hogy most például, hogy jöttem ide hozzád, most javasolt valaki, hogy egy fiatal ember úgy néz ki, hogy egyszerre 4-5 ezer csirkét tud nevelni, és ugye gyakorlatilag hát ő majd ma vagy hétfőn este fog fölhívni, hogy akkor hogy gondolja ezt, hogy én segítek neki abba, hogy ebbe el tudjon indulni, elmagyarázom, hogy ez miért egészséges, és adott esetben mondjuk, ugye nekem közösségi médiában nagyon sok ismerősöm van, tehát ha ott úgymond én megszólalok, akkor esetleg őtőle majd úgymond lehet venni. Van most is, csak nem merem mondani, azért, mert olyan leterheltségben vannak, hogy annyi jelenkező van rá, és gyakorlatilag ezek tényleg olyanok, hogy sok mindenre nem jutott itt idő, tehát annak a csirkének, annak nem fő szét az ízülete, annak a csirkének úgy kell erővel széttörni a combnak az ízületét egy dolog miatt, mert neki nincsen csontritkulása. És ugyanazért van csontritkulása az embereknek, mint az állatoknak, mert tulajdonképpen a fejlett világban egy ciklusban ugye 600 millió malac születik. És én vetítem, hogy Egyesült Államok, Európa Unió, Brazília, Argentína, Magyarország, csontritkulása van a sertésnek. 6-8-szor annyi kolekálciferol D3 vitamint kap, mint amennyi az NRC, tehát a takarmányozási tudományos elvárás. 6-8-szor annyit kap. Kálcium-foszfor be van állítva a takarmányba, jól táplálkozik, mert nagymama nem jól táplálkozik, azért van neki csontritkulása. A sertés az jól. A másik dolog, a sertéstáphoz teszünk fitázenzimet. A gabonákban a kálcium és a foszfor a fitátokban van bezárva. Kovászos kenyérbe képződik fitázenzim, kovászos kenyérbe a kálcium-foszfor felszívódik, adalékos kenyérben nem. Kérdezem én az okos tudósokat, hogy miért nem javasolják, hogy tegyenek ma az adalékos kenyérbe is fitázenzimet, hogy aki adalékos kenyérre teszik, az felszívódjon neki. Tehát tulajdonképpen 6-8-szor annyi kolekálciferolt kap. Kálcium-foszfor rendben van, még a természetes kálcium-foszfor hasznosulása is rendben van. Akkor miért van csontritkulása? Ez a kérdés. A kérdésre a válasz a következő. Azért, mert a glifozát akadályozza a citokrom P450 enzimrendszer működését. Ez azt jelenti, hogy a kolekálciferol az csak az előanyag. Régen csuka, máj, olajat adtak. Nem 6000 nemzetközi egység D-vitamint, kolekálciferolt. A D3 vitamin, ugye az megképződik, a tarkónkat süti ugye a nap, a 7 dehidrogén koleszterinből képződik a kolekálciferol. Kell hozzá egy májenzim, egy citokrom P450 májenzim, az rátesz egy hidroxil csoportot. Kell a vesében termelődött másik citokrom P450 enzim, az rátesz még egy hidroxil csoportot. 1,25 dihidroxil kolekálciferol, ez a D-hormon. Ez nincs az emberben, ez nincs az állatban. Na most következő. Amikor én ajándékba adok egy sertést valakinek, és elviszem tőlünk 250 kilométerre, és azt földolgozza egy hentes fiú, vagy szakember, akkor azt mondja neki, hogy miből van ez a disznó? És kérdezi a gazda, hogy hát miért? Azért, mert én levágok egy évben 150 disznót, ugye egy falusi környezetben sokan vágnak, és ezek a fiúk úgymond mennek, és ugye szakemberként megcsinálják. Azt mondja, zitty, azt mondja, így fűrészelem a csontot. Ennek meg nem tudom elfűrészelni a csontját. Azért, mert nincs benne génmódosított szója, nincs benne a glifozátnak a citokrom P450 enzimrendszert gátló hatása. És még egy fontos dolog. Én a sertés meg a baromfi nem vegetáriánus. Ugye azt szoktam mondani, amikor szakad az eső, a tyúkok azok nem azért mennek ki az udvarra, mert kimennek, hogy zuhanyozzanak. Nem. Kidugja a fejét a giliszta a levegőtlen talajból, és elkapja, és az összes tyúk szalad utána, hát ugye paraszt gyerekként ugye ezt figyeltük. Én is láttam gyerekkoromban. Na most következő dolog. Teszünk neki 3% teljes halból készült halisztet, és erre szoktam mondani, menni kell a nagyáruházba, van P450
például tőke, hal, máj, konzervbe. Abból egy héten egyet megeszik valaki, még a szomszédnak is tud kölcsönadni D-hormont. Tehát tulajdonképpen funkcionálisan kéne táplálkoznunk, és hogy a funkcionálisan táplálkozunk, és nyilvánvalóan ezeket a tudásoknak meg kell lenni, mert enélkül sajnos nem lehet, hogy, és ugye sajnos itt ez van, hogy például most én, ha miniszter lennék, bár ugye nem könnyű a helyzete nyilvánvalóan, mert ezer baja van, tehát én nem irigylem a minisztert, de valahogy a támogatásokat úgy kéne rendezni, hogy jöttem a Dunántúlról, ugye Dunaföldvárral át a hídon, és ott van a kiskunsági hatalmas nagy, tehát biztos 50-60 ezer, vagy lehet, hogy van 100 ezer hektár legelőterület is. És bementem egy nagyon nívós étterembe. És akkor én étteremben általában csak marhát teszem. És látom, van báránycsülök. Hát mondom, ez olyan jól hangzik, mondom, megkérdezem, fiatal pincér hölgy volt, és mondom neki, hogy ez milyen báránycsülök. És mondja, ő nem tudja, de megy és megkérdezi. És megkérdezte, és ugye visszajött, és ugye hát boldogan mondta, hogy hát ugye azt hitte, hogy most, hogy hát új-zélandi. Hogy ezzel jót mondott. És mondom, figyeljen ide, fiatal hölgy, mondom, hát itt van 70 ezer vagy 80 ezer hektár legelő. És mikor délelőtt jöttem, nem láttam legelő állatot rajta. Hát én azt hittem, hogy ez itt legelt valahol. Na most ez támogatás kérdése. Annyi mindenre elcseszünk támogatást, és ezeket, mert lennének fiatalok egyébként, akik művelnék ezt a szakmát, mert lennének, csak gyakorlatilag most nekünk jobb az, hogy Új-Zélandon egy nagyon szapora merinóval előállítanak egy anya után adott esetben 4-5 bárányt, és azt fölteszik a hajóra, és visszafelé, mikor megy a hajó, akkor megtankol a génmódosított szójából, meg egyébből, és aztán utána bekerül a bárány, és az alatt a 2-3-4-5 hét alatt nem vagyok ebbe szakértő teljesen, akkor ideér Európába, közben le is vágják, és a bordát, meg a combot megeszik a nyugatiak, nekünk meg jut, de ez nem biztos, hogy egészséges. Tehát tulajdonképpen ugyan kellene ezt segíteni, mert sajnos a jólétszám is jelentősen csökkent. És a nagyon egészséges marhahús is jelentősen csökkent, bár ugye meg is dicsértem őket a nemzeti parkok kapcsán, mert az tényleg óriási, amit tettek ezzel, hogy megmentették a magyar szürkét, és minőségi. Tehát nekem van egy barátom, aki azt mondja, hogy teljesen más a húsnak az íze, ha használja az állat. Hát a csirke az nem repül, tehát igen, az nem használja a mellét, ugyanis tele van mioglobinnal, és ugye abban van a vas. Ezért sokkal jobb a legelő állat, amelyik megy, mozog, saját maga keresi meg a táplálékát, és finomabb is a húsa. Az, hogy egészségesebb, az egyértelmű. Karcsi, ezzel nem nyugtattál meg se engem, se a nézőket, mert ez azt mutatja, hogy egész komoly mesterséges akadályok vannak előttünk, hogy normálisan, egészségesen táplálkozzunk. Tehát ez a ipari, a táplálékipar, meg a gyomírtóipar kéz a kézben, ugye az orvostudománnyal, a gyógyszeriparral elképesztő akadályokat. Most eszembe jutott egy jó megoldás, azt hadd mondjam el. Városnevet lehet mondani? Nyugodtan. Nyugodtan. Tehát a Szólát Tibor, hajdonánási polgármester. Jó barátságban vagyunk. Erdélyben találkoztunk, és úgy egymásra találtunk. Neki városi polgármesterként pályázatos pénzekkel megcsinálta szerintem, amit minden város, minden kisváros, minden nagyobb város meg tudná csinálni. Nekik van a kenderes kert. A kenderes kertben magyar szürke, bivaj, magyar tarka, racka, mangalica. A városnak van egy vágóhídja. A városnak van egy húsfeldolgozója. Ráadásul ebbe szántóföldi biozöldségtermesztés van, és termőföldes, fóliás zöldséghajtatás van. Az aprajától a nagyjáig, tehát a bölcsődétől az idősek otthonáig mindenki ezt a húst eszi, és ezt a zöldséget eszi. Még egyszer a város nevét, hogy... Hajdunánás, Szólát Tibor, polgármester úr, és ugye gyakorlatilag
látva, mondjuk ő egy amúgy is egy kiváló ember, tehát ő az egyetemnek, a Debreceni Nagy Egyetemnek a kuratóriuma benne van, és hál' Istennek ugye, hogy benne van egy ilyen gondolkodó, aki nem csak gondolkodik, hát agrármérnök, paraszgyerek, és gyakorlatilag ez megvalósította. Nyilván van, támadják előről, hátulról, de lepereg róla végül is, mert a közösségnek csinált valamit. És egy városban a polgármesternek mi az érdeke? Az, hogy a gyerekek egészségesen nőjenek föl. Ez a lehetőség mindenkinek megvan. Tehát én is gyártottam nekik takarmányt például, és ugye gyakorlatilag én azt mondom, ez a gondolkozásnak kellene tért nyerni. És ugye hát oda is, de hát ugye vannak aztán hogy itt nagy nevek is, nem biotermelő, mert több attól, akik gyakorlatilag küldik ki a húst, küldik ki a zsírt, küldik ki a szalonnát, és ez belülről kell jönni. Tehát gyakorlatilag én nem vagyok hajlandó beállni a sorba, mert ugye a holland nekem 90-ben megkérdezte tőlem, hogy miért tartjuk a sertést. Hát mondtam, a húsáért, meg a bőréért. Hát ő meg a pénzért. Ő meg a profitért. Na most következő dolog. A profitot nem lehet megenni. És ugye gyakorlatilag, aki úgy gondolja, hogy az én gyerekem ebből nem fog kimaradni, az nagyon téved. És ugye ezért kellene nagyon-nagyon elgondolkodni. Nekem vannak azért nézetkülönbségeim a magyar takarmányzási tudománya nem kicsi, hanem inkább nagyobb, de hál' Istennek még egyik nem támadtak, mert mondjuk az egyik professzor barátom azt mondta, hogy meg tudod magadat védeni. Tehát én nyugodtan állok mindenki elé, és akkor én megmutatom ezeket a dolgokat, és sajnos ugye akik adják a tanácsot a politikusoknak, azoknak kéne lelkiismeretes tanácsot adni. Ha egyáltalán kérnek. De kérnek Karcsi, egyébként. Az a probléma, hogy túlléptük rendesen a idő intervallumunkat, és most már egyelőre a negyedik résznél be kell fejezni, de a nézők is biztosan érzik, hogy még mindig egy csomó elvarratlan szál maradt, de azt megígérem, hogy időnként, mert nem lehet ennyi sok biokémiát az átlag nézőnek a torkán lenyomni, de időnként vissza-vissza térünk erre az örök témára, és én lehetőségeimhez képest megpróbálom lefordítani a nézők nyelvére ezt a sok biokémiát, amit elmondasz nekünk. Karcsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, rengeteg információt mondtál. A nézőknek azt javaslom, hogy kétszer vagy háromszor is nézzék meg ezt az adást, mert nagyon tömény, de értelmes, az életünk múlik rajta. Köszönöm szépen, viszontlátásra!